A térségi kertészet és élelmiszeripari kiállításon majd Lajos Mizséjé és Felső Lajosi volt a főszerep. Az idei évben Lajos Mizser rendhagyó módon mutatkozott be a legnagyobb hangsúlyt, a mindenkit érintő klímaváltozás elleni törekvés kapta. A kiállítás keretében felvonultatták azokat a termelőket, akik a háztályi gazdaságokban, kertészetekben nevelik meg a terményeket és hagyományos technológiával, környezetbarát módon készítenek belőlük termékeket. A bemutatkozó napon igyekeztek felhívni a figyelmet a települése megvalósítás alatt lévő zöld programokra is. Fotókon bemutatták, hogy miként újul meg a Városközpont a zöldítés szellemében. Láthatták a látogatók, hogyan fest ma a belvárosban lévő több mint 3,5 hektáros vízfelületű szikestó környezete. A kóstoltatás keretében a híres városi szamócelekvár mellett izletes sűrítményt is meg lehetett kóstolni. A felső Lajosi pavilonnál baromfi termékek, mézes üdítői talkostolójára invitálták az érdeklődőket. Mielőtt Tóthnék kucsera Valéria horgalásba mutatót tartott.